több mint zene. Hit Live, a Hit Rádió délutáni műsora. www.hitradio.hu Hit Live. Sziasztok! Ez itt a Hetek magazin a Hit Rádióban. Ezúttal kivételesen nem Morvai Péterrel, hanem Gavra Gábor vagyok, a Hetek lapszerkesztője, és e heti vendégünk pedig Szlazsánszky Ferenc, az ATV.hu főszerkesztője és a Hetek munkatársa. Szia Feri! Hello Gábor, köszöntöm a kedves hallgatókat is. Akivel a Hetek legutóbbi két számában megjelent két cikkéről fogunk beszélgetni. Az egyiket közösen írtuk, ez a Spéder ügyről szól, a másik pedig még a múlt héten jelent meg Feri Tolláról egy rövid update-tel az e-heti számban, ez pedig a Jobbikról szól. Mielőtt belevágnánk, röviden ismertetném, hogy mi van az e-heti lapszámban. A címlapon természetesen a foci EB, illetve a foci EB-re készül a magyar válogatott, egészen konkrétan Gera Zoltán és Zsuzsák Balázs. Az említett két belpolitikai témai a cikken, tehát a Spéder ügyön és a Jobbikon belüli leszámoláson kívül szerepel még a hitrovadban a genderideológia és a popkultúra, a genderideológiai és a gyerek, illetve ifjúsági korosztálynak szóló populáris kultúra összefüggéseiről egy cikk. Van benne egy Mohamed Ali nekrológ, egy riport a közelmúltbeli romániai önkormányzati választásról, és egy nagyon érdekes cikk arról, hogy miért nem bombázták a szövetségesek a náci haláltáborokat a II. Világháború idején. Úgyhogy ezen a héten is ajánljuk nektek a heteket tisztelettel. Most pedig megkezdjük a beszélgetésünket Ferivel. Ezen a héten, hát a hétnek a sláger témája az a Spéder ügy, és a Hetek lapzártája óta is elég érdekes fordulatok voltak a Spéder birodalomban. Házkutatás volt szerdán az FHB-nál, házkutatás volt a Postánál, illetve a NAV kiszállt az Indexhez, amelyik ugye szintén a Spéder birodalom része, a második legnagyobb magyar hírportál, ugye szintén az FHB elnökének a tulajdonában van. A gyökere a konfliktusnak, a spéderkori konfliktusnak azonban egy teljesen más terület, ez pedig a takarék szövetkezetek integrációja. Mi történt a takarék szövetkezetekkel az elmúlt években, illetve miért lett ebből hirtelen ennyi kellemetlenség és Spéder Zoltánnak, Feri? Ez az utóbbi, ez egy jó kérdés, ezen sokan dolgoznak meg, és sokan próbálják megfejteni, hogy miért vált célpont ez az ember. A takarék szövetkezetek történetének, illetve most lezajlott utóbbi éves fordulatnak a megértéséhez érdemes visszamenni egy picit, egy olyan 150 évet, de nem akarom megijeszteni a kedves hallgatót, nem naponként vesszük végig ezt az elmúlt időszakot, de utólag azt tudom mondani, hogy tényleg kell tudni ezeket az előzményeket, hogy értse az ember, én is napokig próbáltam megérteni, hogy mi történik. Tehát a takarék szövetkezetek, azok valójában a bankokhoz hasonló pénzintézetek, az az alapvető különbség egy bank és egy takarék szövetkezet között, hogy a takarék szövetkezeteknek van saját tagállománya, tehát valóban emberek összeszövetkeztek az 1800-as évek végétől falvanként, vagy kis vidéki körzetenként 100-200-an, és azt mondták, hogy összeadják a pénzüket, és aki megszorul, annak kölcsönöznek, és az majd visszaadja. Ez annyiban volt kevésbé kockázatos, mint egy bank, hogy ott ugye egy helyi közösségekről volt szó, ismerték egymást, vagy ismerik egymást a mai napig az emberek, könnyebben adnak egymásnak hitelt. Szóval ez az egész takarék szövetkezeti rendszer Magyarországon is kiépült, körülbelül a 1860-as évektől kezdődően. Igen, gyakorlatilag a néhány évvel a kiegyezés előtt indult ez ez egy egészen hosszú időre visszanyúló intézménytípus. Így van, vannak külföldön is erre példák, én most tudtam meg, hogy például az Erste Bank is egy takarék szövetkezeti típusú bank, meg a Raiffeisen is. Szóval Magyarországon is kialakult ez, és ez a rendszer átvészelte a szocializmust is,
velem egykorú hallgatók talán emlékeznek, volt egy szlogen, hogy útba esik jövetmenet, a takarék szövetkezet, akkoriban ez volt a fő reklámszlogenjük. Lényeg az, hogy úgy kell elképzelni ezt a... Bocsánat, hogy közövágok, ugye ez annyi, ebben a szlogenben annyi igazság biztosan van, hogy talán a mai napig is nekik van a legnagyobb fiókhálózatuk az országban. Így van, épp ezt akartam, hogy most jelenleg úgy tudom én, hogy kb. 1600 fiókjuk van országszerte, van körülbelül 1 millió ügyfelük, akik tehát tagok is ezekben a szövetkezetekben, és vagy betétesek, vagy éppen olyan emberek, akiknek hitelt helyezett ki egy adott takarékszövetkezet. És a 2013-as mérleg főösszeg a teljes takarékszövetkezeti szektorban az 2000 milliárd forint, tehát ha én jól értem, akkor ennyi pénz forog. Összességében ez az a pénz, ami vagy bent van a betétesek részéről, illetve ki van helyezve hitelként, tehát ez egy óriási mennyiségű pénz. És tehát itt jön be Spéder Zoltán szerepe. Mikor lépett be ő a takarékszövetkezetek életébe? Hát valamikor 2010 után kezdett a kormány úgy nézni erre a szektorra, mint ami segítségre szorul, és én azt találtam a korabeli sajtóban, hogy valóban volt néhány takarékszövetkezet, amely 2010-11-12-ben bedőlt, csődbe ment, például a Soltvadkerti, ahol 40 milliárd forintja úszott el a résztvevőknek, a tagoknak. Ezt aztán a valamelyik biztosító kifizette. De lényeg az, hogy a kormány azt kezdte kommunikálni, hogy ez az egész rendszer elavult, rossz a statisztika, a számítógépes háttérrendszer. Illetve hát még egyet mondtak, hogy egyszerűen az egyes takarékszövetkezetnek, szövetkezeteknek egyszerűen a méretük miatt a lehet, hogy békeidőben alkalmasak voltak a feladataik ellátására, de itt ugye a világgazdasági válság után megváltozott piaci környezetben már kockázatos ezekbe tartani a betéteseknek a pénzét. Hát egyrészt igen, kockázatos, másrészt azt is felrótták, hogy a betét állományhoz képest nagyon kicsi a hitelállomány, tehát sokkal több pénzt ki tudnának helyezni, de nem elég bátrak, ezért nem helyezik ki a pénzt, és a helyi gazdák, a helyi helyben lakó emberek, akiknek kellene tőke, azok nem jutnak pénzhez. Tehát lényeg az, hogy ezt át kell alakítani, és erre nincs alkalmasabb szereplő, mint maga a magyar állam. És így jött be a képbe Spéder Zoltán, ugyanis itt két fő szereplő van ebben az egész történetben. A takarékszövetkezeteknek van egy felügyeleti szervezet, az SHIS, illetve van egy közös bankjuk, a Takarékbank. Ezt arra hozták létre a takarékszövetkezetek még a rendszerváltás körül, hogy a saját úgymond fölösleg pénzüket betegyék ebbe a központi bankba, amely aztán forgathatja és még hasznot termel. És az állami beavatkozásnak az volt nagyon röviden a lényege, hogy a Takarékbankban többséget szerzett az állam, és ebben szerepet játszott Spéder Zoltán, illetve a hozzá kötődő cégek, és az SHIS-ben is átvették az irányítást, tehát gyakorlatilag államosították ezt az egész rendszert, amit hangsúlyozom, magánemberek raktak össze 150 év alatt a saját pénzükből, a saját megtakarításaikból. Világos, nagyon szépen köszönöm, akkor egy rövid szünet után folytatjuk a beszélgetést, odáig jutottunk el most, hogy hogyan lépett be Spéder Zoltán a takarékszövetkezetek életébe. Hit Rádió, a jövő zenéje. Olvasd naponta a Bibliát, hallgass naponta a Hit Rádiót. Hit Rádió, Hit Rádió. www.hitradio.hu. Több mint zene. Hit Live, a Hit Rádió délutáni műsora. Hit Rádió. www.hitradio.hu. Újra itt vagyunk Szlozsánszky Ferenccel, az ATV.hu főszerkesztőjével és a hetek munkatársával beszélgetünk. Én Gavra Gábor vagyok, sziasztok! A hét belpolitikai fejleményeiről, hét nagy belpolitikai témáiról beszélgetünk a Ferivel. Spéder Zoltánnál és a takarék szövetkezeteknél tartottunk. Ott tartottunk, hogy 2010 és kb. 2013 között Spéder Zoltán része lett a takarék szövetkezetek életének. Úgy tűnt, hogy egy kormányzati hátszéllel, egy kormányzati támogatással a FHB közreműködésével valósul meg a takarék szövetkezetek integrációja. Most viszont úgy néz ki, hogy ez a hátszél, mintha megszűnt volna. Mi történt? Mi történhetett? Nem tudunk mindent, persze. Nem tudunk mindent. Amit lehet tudni, hogy a folyamat során
többször felrótták Spéder Zoltánnak, hogy a takarék szövetkezeti vagyon egy részét tulajdonképpen a saját bankja, az FHB bank, vagy az FHB csoport támogatására használta föl. Erről azt lehet tudni, hogy az FHB bank már kapott 30 milliárd állami támogatást 2010-ben az akkori szocialista kormánytól is. Én nekem azt mondta az egyik forrásom, hogy valójában soha nem állt föl abból a válságból, mindig toldozgatni kellett a lukakat, nem volt elég pénz. És tehát Spéder Zoltánnak azt róják fel a forrásaink szerint, hogy most a szövetkezeti integráció során a takarék szövetkezetek már említett 2000 milliárdjából azért 10-20-30-50 milliárdot próbált a saját bankjának hát szivattyúzni, pumpálni, hogy ezzel kihúzza a bajból. És valójában a tavalyi év végén ezt megtette legutóbb, és akkor már maga a miniszterelnök szólalt meg nyilvánosan, és azt mondta, hogy ez egy nagyon barátságtalan lépés volt, és hogy hibázott az FHB bank, amikor ezeket a pénzeket ilyen módon használta föl, nem mellesleg az állam tulajdonosi hányadát lecsökkentve ezzel. Ugye azt lehet még talán ehhez hozzátenni, hogy nem csak a hazai bankszektort és nem csak a takarék szövetkezetek életét rendezheti át a Spéder Zoltán körüli vihar, hanem elképzelhető, hogy a hazai médiát is, főként az online médiát. Ugye azt Spéder Zoltánnak valószínűleg már azelőtt az Index egyik meghatározó tulajdonosa volt, hogy az FHB élére került volna. Az FHB élére 2008 áprilisában került, miután 2007 elején családi okokra hivatkozva nagyon hirtelen távozott az OTP-ből, ahol Csányi Sándornak a jobb keze volt. Ugyanakkor az Index egyik alapítójának, Gerényi Gábornak a blogján megjelent visszaemlékezései szerint Spéder Zoltán már 2005 körül az Index meghatározó tulajdonosa lehetett. Hivatalosan ő 2008 végén állt ki az Index szerkesztőség elé, mint fő tulajdonos. Addig hát vélhetően strómanokon keresztül tulajdonolta az ország legnagyobb, vagy ha tetszik, második legnagyobb online lapját. Az lenne a kérdésem még Feri hozzád, és akkor áttérünk utána a Jobbikra, hogy Spédernek most előnye vagy hátránya származhat-e abból, hogy média érdekeltségei is vannak a bankszektorbeli érdekeltségei kívül? Hát, hogyha utólag esetleg bekalkulálják, hogy milyen hangnemben ír az Index a jelenlegi kormányzatról, mint általában a korábbiakról is, tehát hogy meglehetősen szabadon és kritikusan, akkor én azt tippelem, hogy ezt nem a javára fogják írni. Én hozzám olyan információ jutott el egyrészt Demján Sándor környezetéből, aki a Demján a takarékszövetkezetek egyik fő képviselője ebben a történetben. És ő opponálta egyébként ezt a Spéder vezette integrációt végig. Igen. A forrásomnak azt a kérdést tettem fel, hogy vajon zavarhat-e például a miniszterelnököt, amikor oda csörnített Spéder Zoltánnak az, hogy az Index róla, illetve a kormányával kapcsolatban kritikus és sokszor negatív, azt mondta ez a forrás, hogy szerintem nem igazán érdekli az Orbán Viktort. Egy másik forrás viszont azt mondta, hogy lehet, hogy Orbán Viktort nem érdekli, de Habony Árpádot, aki egy kulcs szereplő Orbán Viktor mellett, és a médiapiacon is erős a jelenléte, őt zavarhatja. Uh-huh. Tehát az biztos, én azt mondom, hogy nem a javára fogják írni a média szerepvállalását, hiszen olyan portálok tulajdonosa a Portfolio, Napi.hu, Index, amelyek kormánykritikusak. Egyébként ezt jól teszik, mert ez a sajtó feladata, de nem tippelném, hogy ez segítség. Világos, ebben a konkrét esetben, igen. Térjünk át a Jobbikra, van még néhány percünk. Úgy néz ki, hogy lezajlott ez a kötélhúzás, iszabbirkózás, leszámolás a Jobbikon belül, amiről több alkalommal írtál a Hetekben is, és az ATV.hu-n is az elmúlt időszakban. Hogy látod, sikerült Vala Gábornak konszolidálni a helyzetét? Erősítette ez a, mondjuk a Jobbiknak a... Ugye a deklaráció az volt, hogy a Jobbik kormányzóképesebb erőként tűnjön fel. Kormányzóképesebbnek tűnik ma a Jobbik, mint a Vona Novák csörte előtt? Az én szememben nem tűnik kormányzó képesebbnek, mert akik Vona, illetve Novák előtt helyére bekerültek az elnökségbe, például Torockai László,
őt sem, mivel nem tartom szalonképesebb figurának, mint Novák Elődöt. Az kétségtelen, hogy itt most könnyű dolgunk van, hogy lezajlott a menet, hiszen Novák Előd maga mondta, hogy őt politikailag kivégezte Vona Gábor, tehát ez akkor fogadjuk el, hogy így van. Tényleg így is lett, hiszen nem csak hogy kizárták az elnökségből, de körülbelül egy héttel később kizárták a frakcióból, és belekényszerítették a parlamenti mandátumáról való lemondásba is, tehát gyakorlatilag a Novák Előd most egy egyszerű Jobbik tag, de lehet, hogy még a Jobbikból is kidobják. Úgyhogy ez egy óriási, egy drámai bukás fordulat. Nováknak az volt az erőssége, hogy befolyással bírt a Kurucinfóra, erre a hírhet neonáci portára, ami nem csak a politikai párton kívüli politikai ellenfeleket tudta lejáratni és az őrületbe kergetni, de úgy hírlik, hogy a Jobbikon belül is riadalmat keltett, amikor valakinek megjelent egy sztoria azon a portálon. Most úgy tűnik, hogy ez az erő már nem volt elég ahhoz, hogy Novák Előd bennmaradhasson a korábbi pozíciójában. Mi lehetett a változás? Miért szánhatta el magát Vona Gábor erre az ütközetre? Ugye van egy olyan elmélet, amely szerint azt várta meg, vagy azt kellett megvárni, hogy a Jobbiknak a hivatalos online, tehát a hivatalos portálja, az Alfa Hír az erősebb legyen, vagy befolyásosabb legyen, mint a Kurucinfo. Lehet, hogy más. Te mit tudsz? Hát erősebb nem lett az Alfa Hír a számok alapján. Mondjuk, ha 50 ezer... Hogyan most a Kurucinfo? Ha mondjuk volt a Kurucinfónak 50 ezer napi olvasója, akkor az Alfa Hírnek 30-35 ezer, tehát utol nem érte, az oldal letöltésben messze, tehát 400-500 ezer oldal letöltés van a Kurucinfón, az Alfa Híren ott körülbelül 80 ezer, tehát ez így nem támasztja alá. De azt kétségtelen, hogy Novák Előd volt az, aki folyamatosan a néppártosodás ellen kampányolt, nyíltan, burkoltan, meg maga a Kurucinfo is. Gondolom, úgy gondolta Vona Gábor, hogy most két évvel a választás előtt ezt le kell rendezni. Világos, világos. Hát úgy látszik, hogy régi száblákat törlesztenek a magyar politikai élet minden szegmensében. Nagyon köszönjük a figyelmeteket. Szlazsánszky Ferencnek nagyon köszönöm, hogy a vendégünk volt. További kellemes délután, kellemes estét kívánok nektek. Sziasztok! www.hitradio.hu Hitrádió. Brit, ausztrál, amerikai és magyar keresztény zene 24 órában. Hitrádió. Hitrádió.